Én is sajnálom, Mr. Sims. Tudja, mit kell tennem, amennyiben nem vonhatom felelősségre Mr. Havermeyert, Mr. Potart és Mr. James-t? Mr. Willis-t is felmentem. Mindnyájuk közül csakis ő viselkedett iskolánk hírnevéhez méltóan. Azt fogom javasolni a fegyelmi bizottságnak, hogy zárják ki magát. Mr. Sims, maga nem csak becstelen, de ráadásul hazug is. De nem besúgó. Bocsássok meg. Nem bocsátok meg. Mr. Slade. Az egész egy nagyrakás szar. Válogassa meg a szavait, Mr. Slade. Egy iskolában van, nem a kaszárnyában. Mr. Sims, még adok egy utolsó lehetőséget. Mr. Sims visszautasítja. Neki nincs szüksége rá, hogy méltó legyen az iskola hírnevéhez. Miféle hírnév? Mi is az iskola mottója? Fiúk, köpjétek be társaitokat, és mentsétek a bőrötöket, ha nem teszitek, mágjára kerültök. Nos, uram, amikor kiborul a Billy, vannak, akik megfutamodnak, és vannak, akik maradnak. Itt ül Charlie, és állja a sarat, miközben George a papája vastag zsebében bujkál. És maguk mit tesznek? Megjutalmazzák George-ot, és tönkre teszik Charlie-t. Befejezte, Mr. Slade? Nem, csak most kezdek belejönni. Nem tudom, kik jártak ide. William Howard Taft, vagy William Jennings Bryant, vagy Telville most, mit számít? A szellemük rég halott. Ha létezett is, valaha már nincs. Patkányokat nevelnek itt. Akik megfutamodnak, ha süllyed a hajó, és tévednek, ha azt hiszik, hogy az életre készítik fel ezeket a csikókat. Szerintem pont azt a szellemet folytják beléjük, amivel ez az iskola úgy büszkélkedik. Ámítás az egész! Miféle színjátékot rendeznek maguk itt? Az egyedüli pozitív szereplő itt ül mellettem, és bátran mondhatom, az ő lelkiismerete érintetlen. Nem megvásárolható, hogy honnan tudom? A teremből valaki, nem mondom meg ki, meg akarta vásárolni. De Charlie nem állt kötélnek. Rendre utasítom. Majd én rendet csinálok. Mit tudja maga, mi a rend, Mr. Trask? Megtanítanám, de túl öreg vagyok, túl fáradt és túl vak hozzá. Ha mindez 5 évvel ezelőtt történik, a lángszórómmal csináltam volna itt rendet. Rendre utasít. Hogy merészeli? Nem a Holdról jöttem ide. Régebben még láttam. És volt mit látnom. Láttam fiatal fiúkat, náluk is fiatalabbakat, leszakított karral, letépett lábbal. De nincs a világon szomorúbb látvány. Egy megcsonkított léleknél, a lélekre nem létezik protézis. Ha azt gondolják, hogy egyszerűen csak megszégyenítik ezt a nagyszerű katonát azzal, hogy hazaküldik, akkor tévednek. Én azt mondom, hogy maguk ennek a fiúnak a lelkét ölik meg! És miért? Mert nem méltó a Berthez. Nem méltó! Ha ezt a fiút bántják, maguk vesztik el a méltóságukat. És Harry, Jimmy, Trent, bárhol is vagytok. A kurva anyátokat! Üljön le, Mr. Slade! Még nem végeztem! Amikor ide beléptem, hallottam a szöveget. A vezető bölcsője. Ha sokat ringatják, kiesik a csecsemő, és itt már kiesett, már kiesett. Emberfaragók, jól vigyázzanak, milyen vezetőket faragnak ebben az iskolában. Nem tudom, jól teszi-e Charlie, hogy hallgat. Én nem ítélkezhetem, de egy valamit mondhatok. Ő nem fog senkit elárulni azért, hogy biztosítsa a jövőjét. És ezt, barátaim, tisztességnek nevezzük. Bátorságnak. Minden vezetőnek ilyennek kellene lennie. Amikor válaszúthoz érkeztem az életem során, mindig tudtam, melyik a helyes út. Kivétel nélkül tudtam, de nem azon mentem. Tudják miért?
Mert átkozottul göröngyös és kemény volt. Most Charlie is egy válaszúthoz jutott. Döntenie kellett merre. Jól választott. Az út elvekkel van kirakva. A becsülethez visz. Engedjék, hogy folytassa az útját. Ez a bizottság ennek a fiúnak a jövőjét tartja kezében. Reményteljes jövő. Higgyék el. Ne tegyék tönkre. Óvják. Karolják fel. Valamikor még büszkék lesznek rá, megígérem. Szívettél, hogy voltam?